Rendkívül aktuális témában hallhattunk előadást Balogné Gál Zsófiától, aki elmondta, hogy eddig nem a legjobb irányba haladunk, környezetünk, bolygónk, így saját életünk tekintetében. Nem vesszük tudomásul, hogy minden mindennel összefügg, a vezetők pedig egy-egy részletre vonatkozóan hoznak csak döntéseket. Sajnos nagyon érzékeljük azt, hogy hiába a sok-sok egyezmény, hiába a sok-sok szabályozás, tehát már nagyon sokan ugye, akik a beruházói oldalon jelennek meg, vagy a gazdaságnak a termelői szegmensébe, ők úgy érzik, hogy már akkora nyomás van néha a környezetvédelem miatt. Sajnos azonban ezek nem érik el a céljukat, tehát én úgy érzem, hogy majdnem minden esetben sikerül megtalálni azokat a kiskapukat, vagy tényleg csak egy-egy apróságra koncentrálunk, ahelyett, hogy rendszerben közelítenénk meg ezt a kérdést, és hát ebből kifolyólag arról szól igazából az előadás, hogy a 70-es évektől kezdve, ugye, hogy az egyezmények haladnak, és miket kellett volna elérni, hol vannak sikereink, de ezek a sikerek esetleg áttételesen mégis mit okoztak, és hogy állunk most, és hát természetesen beszélek majd a forgatókönyvekről, hiszen nyilván a jövőt senki nem tudja megmondani. Én hiszek abba, hogy még függ az, hogy melyik utat választjuk, és azért még lennének lehetőségeink, de bizony a forgatókönyvek azok eléggé pontosak, és az elkövetkezendő 30-50 évre bizonyosan jól látjuk azt, hogy a választásunktól függően milyen folyamatok várnak ránk. Nyilván a környezetvédelemhez kapcsolódóan a társadalomkutatás is mindig egy érdekes, tehát ezt is a rendszerbe be kell illeszteni, hogy egy-egy társadalom hogyan reagál ezekre a külső kényszerekre. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni, remélem, hogy mindenkinek el tudom a gondolkodását egy kicsit indítani egy olyan irányba, hogy megtalálja a lehetőségeit. Ugye most megfordult a rendszer, hiszen az ipari forradalomtól kezdődően, bár nem gondoltuk volna, de mi is elég erőteljesen bele tudtunk lépni a légkör összetételébe és az éghajlati folyamatokba, és éppen ezért most visszakapjuk kicsit azt, amit mi adtunk a természetnek. Illetve a természet mindig csak alkalmazkodik, ő viszont ugye az egész rendszert nézi, tehát neki az ember csak egyetlen egy tényező, egy elem, míg nekünk ugye minden magunk körül forog, és minden az emberi lét javításáról szól, és sajnos pont ez, hogy nem vesszük figyelembe a többi természeti erőforrást, illetve környezeti tényezőt. Hogy nem minden csak jár, illetve hogyha valamit szeretnénk csinálni, akkor annak tényleg meg kell vizsgálni a hatásait. Tehát azért mi környezetvédelmi szakértők viszonylag elég pontosan tudunk már modellezni és hatásokat vizsgálni, csak ezt a másik oldalon is mindenhol meg kéne érteni, hogy ezeket nem elhallgatni kell, és nem csöndbe maradni, hanem bizony a döntéseket úgy kéne meghozni, hogy látjuk annak a következményeit. Én egy kicsit pesszimista vagyok, tehát majd erről is beszélek, hogy jelenleg a melyik forgatókönyvet követjük, melyik az, ami eddig mondjuk úgy a legjobban eltalálta az eddigi történéseket, és hát ez nem sok jót jósol nekünk, tehát az az igazság, hogy én kicsit a pesszimisták táborába tartozom, de valószínűleg azért, mert túl sokat olvasok, és túl sokat foglalkozok ezzel a témával. Rengeteg buktató van, és én úgy gondolom, hogy alapvetően a legnagyobb probléma a társadalmak kettészakadása lesz. Tehát kinyílik az olló, és lesznek, akik képesek alkalmazkodni, viszont akik nem képesek alkalmazkodni, ők nagyon komoly hatásviselői lesznek a folyamatoknak. A szakterületeknek el kell kezdeni együtt dolgozni, tehát meg kell érteni, hogy legyen az egy közgazdaságtan, legyen az egy társadalomtudomány, legyenek a természettudományok. Ezeknek bizony le kell ülni egy asztalhoz, és amit eddig megszoktunk, és azt szoktuk mondani, hogy így szoktuk, hát akkor most lehet, hogy azon változtatni kell, és strukturálisan kell változtatni, tehát nem elég a kis apró cseprő dolog a rögzített kupak a palackhoz, hanem strukturális változásokra lenne szükség. Én nem gondolom azt, hogy feltétlen a kényelmemen való változtatás az, hogy Kínából nem rendelünk ledes izzót.
vagy nem rendelünk olyan reklámtárgyakat és kacatokat, amire igazából nincs is szükségünk, és amíg a reklám nem most állt pszichésen az agyunkat, addig eszünkbe se jutott, hogy nekünk mondjuk egy olyan tárgya lenne szükségünk. Ugyanígy nem gondolom, hogy akkora lemondás lenne például a reklámok eltüntetése a tévéből, tehát senki nem sírna értük, mégis bizonyítottan legalább 30%-kal csökkenteni a fogyasztás. Ezek alapvetően politikai kérdések. Tehát ezek gazdasági kérdések, hogy a rövidtávú haszonért, illetve pár ember szűk réteg rövidtávú hasznáért valóban feláldozzuk-e a társadalmunkat és a bioszférát és az élővilágot. A városban élőket fogja leginkább sújtani elsőre. Én mindenkinek azt mondom, hogy tájékozódjon. Tehát nincs ilyen, hogy most akkor meg lehet mondani, hogy mi fog rávárni és mivel foglalkozzon. Tájékozódjon, mert minél szélesebb az ismeret, annál helyesebb és jobb döntéseket fog tudni hozni. De mondom, tehát ez csak strukturális változással lehetséges. Tehát ebben kell sajnos gondolkodnunk. Sajnos most olyan társadalmat élünk, hogy valahogy az emberek elkényelmesedtek, nem érzik úgy, hogy nekik szükségük van beleszólni akár egy-egy beruházáshoz, legyintenek, hogy majd úgyis a döntéshozók megoldják helyettük. De hát pedig ez egy olyan kérdés, ahol mindenkinek a saját élettere körül dőlnek el kérdések. A növekedés korlátozott volta egy véges kiterjedésű földön minden gondolkodó ember számára nyilvánvaló tény. A víz, a klíma, a levegő, a termőtalaj és az élővilág sokszínűsége mind-mind indikátorai ezen korlátozottságnak. A klímaszakértő szerint az utolsó órában vagyunk, amíg még dönthetünk arról, hogy milyen jövő felé megyünk tovább.